Így tettek a kukából. Ez az asszony azt mondja, az idős bácsihoz rendszeresen járt fel egy fiatalabb pár, akik valószínűleg hajléktalan emberek, és vélhetően befogadta őket az otthonába a későbbi áldozat. Ebben a lezárt önkormányzati bérlakásban találták meg a rendőrök a férfi több napos holttestét. A rendőrséget a szomszédok értesítették arról, hogy régóta nem látták a bácsit, ráadásul a lépcsőházban erős bűz terjengett, így azt feltételezték, a bácsi meghalt. Miért jártak innen, de hogyha már itt halt holtol a kis ember, akkor miért jártak ide föl a lakásába, vagy miért nem hívtak mentőt, hogy, vagy rendőrt, hogy kérem, itt van, és akkor így tudtak élni vele? Ez szörnyű. Az asszony szerint a férfi és a nő akkor is feljárt a bácsihoz, amikor ő már halott volt. Én látásból ismertem a kis idős bácsit, meg szokott köszönni, meg hozta le a szemetet. Szerintem én nagyon sajnálom azt a kis öreg bácsit, és szerintem ez a két hajléktalan hölgy meg egy férfi, szerintem betelepedhettek hozzá, gondolom én, hogy lakásuk nem volt, meg hogy ide vehette őket. Volt, amikor látszólagosan egy forintjuk nem volt, de nem néztem volna ki belőlük senki, hogy történhetne ilyesmi. Tehát egy ilyen, nem azt mondom, hogy nyugodt, mert azért volt, amikor italozták, stb., de nem mondanám azt, hogy pont erre következtetett volna az ember. A másik szomszéd szerint az áldozat korábbi élettársa volt a nő, aki később egy másik férfivel járt fel a bácsihoz, és féltékenység miatt kellett meghalnia. Valami 2 hete itt volt egy holttest. Valószínű féltékenységből indult ki ez az egész, amit itt hallottam. A lakók nagyon-nagyon meg vannak riadva, főleg inkább az idősebbek, ugye már több gyilkosság is történt itt. Megkeresésünkre a rendőrség a halálesettel kapcsolatban közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz. Azt írják, az elsődleges adatok alapján a több napja elhunyt férfi halálával összefüggésben. Idegenkezűségre utaló információ nem merült fel. A rendkívüli haláleset kapcsán közigazgatási hatósági eljárás indult a Székesfehérvári rendőrkapitányságon.